Munkalehetőséget is kínálnak, nem csak tartós élelmiszert és gyógyszert, de állást is kaphatnak az ukrajnai menekültek. Bővítés, új épületrészt kapott a Nagykállói Technikum, informatikai eszközöket is vásároltak. Befejeződött a program, a Nyíregyháza 140 megyei településnek adott szociális tűzifát idén. Munkalehetőségeket is tudnak nyújtani az Ukrajnából menekülőknek Kisvárdán és környékén. A helyi civil szervezetek folyamatosan gyűjtik és szállítják ki a határon túlra az adományokat. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Elsősorban tartós élelmiszerre és gyógyszerekre van szükség, de önkéntesek jelentkezését is várják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat után a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat is felajánlott 1 millió forintot a segítséget megszervező kisebb települések támogatására. Az utcáról ablakon átadták be az adományokat a kisvárdai Kárpátalja házba. Folyamatosan érkeznek a tartós élelmiszerek, tisztálkodási és gyermekápolási cikkek. A kulturális központ tevékenységét átalakította az orosz-ukrán háború. Melletti funkciója szerint ez a kárpátaljai magyarság és ruszinságnak egy kis közösségi háza. Hát sajnos most másként alakultak a körülmények a háború kitörése napján, tehát csütörtökön este már Kisvárdán a civilek, főleg a Tisza ETT kezdeményezésre megjelöltek néhány családi házat címként, ahova fogadnak adományokat. És láttam, vagy láttuk többen, hogy ez így azért nem a legcélszerűbb, és rögtön felajánlottam a házat, hogy befogadó intézményként, illetve olyan helyként, ahol a irodánkból tudjuk koordinálni a munkát, tudjuk használni, tudjuk szervezni az egész gyűjtési akciót. Engedély nélkül gyógyszert elvenni nem lehet a polcról. A legkülönbözőbb pirulákat is viszik ki a határon túlra. Az adománygyűjtést a Tisza Európai Területi Társulás szervezte azzal a céllal, hogy a felajánlások a megfelelő helyre érkezzenek. A szervezet igazgatója azt mondta, őket keressék, ha segíteni akarnak. Mi vagyunk a legmegfelelőbb együttműködési társulás arra, hogy most ezt a nehéz helyzetet áthidaljuk. Hiszen, minthogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megyét foglaljuk össze, így rendelkezünk megfelelő mennyiségű kapcsolatrendszerrel, hogy az itt lévő adományokat a megfelelő helyek Kárpátaljára tudjuk eljutatni, és felmérjük azokat a hiányosságokat, amire éppen szüksége van Kárpátaljának a kapcsolatrendszernek megfelelően. Mire van most éppen szüksége Kárpátaljának? Főként élelmiszerre. Sajnos azt a hírt kaptuk, hogy még most érkeznek nagyon sokan, akiket amennyiben nem tudnak átkelni a határon, Kárpátalja kell, hogy befogadja. Őket nyilván el kell látniuk élelmiszerrel, ezért tartós élelmiszerre van főként szükségünk most jelen pillanatban. Folyamatosan szállítják a segélypontokra a felajánlásokat. A segítséget már korán, múlt csütörtökön megszervezték Kisvárdán. Köszönöm az összefogást, amit a városban és a város környékén tapasztaltunk. Ténylegesen példaértékű, hogy mindenki jön és segít. Nyilvánvalóan most már inkább figyelnünk a következő időszakban, hogy kellnek az új erők, tehát önkéntesek újra kellnek, mert akik már itt dolgoztak, az így nappal átéve dolgoznak, és nyilvánvalóan azért el fognak fáradni minden területen. Tehát mindenben segítünk, tehát szállásban, élelmiszer ellátásban. A menekültek közül többen már munkát is keresnek a térségben. A Kisvárda környéki cégek szívesen foglalkoztatják az Ukrajnából érkezőket. Többen jelezték, hogy szívesen adnak munkát olyanoknak, akik úgy döntöttek, hogy életviteszőre itt szeretnének tartózkodni, és ez az egyszerű betanított munkától a magasabb kvalifikáltságú, akár ápolói munkán keresztül, egyszerű kertészeten át többen jelezték, hogy szívesen látnak szakembereket a munkaerőpiacon, várjuk őket is. A megyei önkormányzatot is több szervezet kereste meg, hogy segítsen. A csongrádiak például 1 millió forintot ajánlottak fel. A Csongrád megyei önkormányzat azzal keresett meg, hogy az ő szándékuk szerint határ innenső oldalán lévő önkormányzatok nyújtanának segítséget. Akkor azt tanácsoltam nekik, hogy vagy azt Tilki Attila képviselő úrról, és azt döntöttük, hogy annak a négy önkormányzatnak, Magyarországi önkormányzatnak, Beregsurálynak, Lónyának, Tiszabecsnek és Barabásnak 200-250 ezer forintot ad a Csongrád megyei közgyűlés, akik nagyon sokat tesznek a védekezésért, és ők is az a négy erőforrások hiány vannak már. Tehát ez is lehet egy dolog, de a
legkülönbözőbb módja van a támogatásnak. A Pest megyei önkormányzat, a Kárpátaljai Magyar Főiskolát, a II. Rákóczi Ferenc Főiskolát segíti, a Borsod és a Szolnok megyei önkormányzat ugyancsak a ökonomikus segélyszervezetek a munkáját segítette hasonlóan hozzám pénzadományjal. Tehát a védekezésnek, a segítségnyújtásnak számtalan formája van, mindenki saját meggyőződése szerint vagy belátása szerint adhat segítséget. A térségben azt mondják, most már nem csak adományokra, hanem önkéntesekre is szükség van. Azok, akik egy hete éjjel-nappal segítenek, egyre inkább fáradnak. Utánpótlásra lenne szükségük. Új épületrészt adtak át a Nagykálói Budai Nagy Antal Technikumban. A fenntartó Máté Szalkai Szakképzési Centrum mintegy 70 millió forintos forrásból alakított ki tankonyhát. Informatikai eszközökkel szerelték fel a tantermeket és egyéb kiszolgáló helyiségeket. A cél a turisztikai technikus képzés korszerűsítése volt. A koktélkészítéstől egy idegen nyelvű útiterv összeállításáig szinte mindenhez értenie kell egy turisztikai technikusnak. A Nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 2017-ben vezette be új ágazati képzésként ezt a komplex ismereteket nyújtó szakot. A fenntartó Máté Szalkai Szakképzési Centrum most mintegy 70 millió forintos saját forrásból alakított ki egy úgynevezett turisztikai kabinetet az intézményben. A jól felszerelt tankonyha mellett többek között két informatikai eszközökkel felszerelt tantermet és egyéb kiszolgáló helységeket is kiépítettek. Helyben biztosítunk lehetőséget a tankonyhai gyakorlatokra, konkrétan itt, ahol most állunk, ez egy vendégtéri felszolgálóhelyként is tud funkcionálni. A bejárathoz egészen közel egy fogadópulttal fogjuk majd úgymond imitálni azt, hogy egy szállodai vendégfogadásnak mi a protokollja, tehát tulajdonképpen ez egy kis tanszálloda, kis tankonyhával az élet apró örömeit azért idehoztuk a pincébe, ami egyébként korábban ilyen második világháborús emlékmű volt. Az átadó ünnepségen részt vett Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal elnöke, aki elmondta, a szakképzés 4.0 stratégia a korszerű infrastruktúra megteremtésére, a karrier lehetőségek biztosítására és az oktatók szakmai munkájára épít. A szakképzés átalakításának eddigi eredményeit, mint mondta, a számok is alátámasztják. Egyértelműen nőtt a szakképzésben a tanulók száma. A tavalyi évben mindegy 10%-kal emelkedett azoknak a száma, akik a szakképzésbe jöttek. Ez nagy öröm számunkra. Azt gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy minél több helyre, minél jobban elérjünk, meg tudjuk találni azokat a szülőket, diákokat, akik úgy gondoljuk, hogy szívesen jönnének a szakképzésbe. Nagyon fontos szerintem a szakképzési ösztöndíj, amiről egyre többen hallanak most már. Ugye minden 9-es, 10-es tanulónk ösztöndíjban részesül a szakképző és a technikumi évfolyamon. Nagyon fontos, hogy olyanok jöttek hozzánk, hogy lehet látni, hogy az átlag is emelkedett, tehát a szakképzésben olyan tanulók, különösen a technikumba. Az átadó ünnepségen elhangzott, a turizmus vendéglátás az egyik legnépszerűbb ágazat, amely folyamatosan fejlődik. A térségben pedig szükség van a korszerű ismeretekkel rendelkező turisztikai szakemberekre. A Budai Antal szakgimnázium és technikum mindig is úttörő volt abban a tekintetben, hogy új szakképzési modulokat fejlesztett, és a kor kihívásainak megfelelően új képzéseket indított. Nagy szükség van a turisztikai képzésre, itt a térségünkben is, mert hogy egy kitörési pontot jelent ez a nyírség számára. Az átadáson elhangzott az is, a meglévő épületrész egyik utolsó fejlesztése volt a turisztikai kabinet kialakítása. A több mint 150 éves nagykálói intézményben a tervek szerint egy olyan több milliárd forint értékű infrastruktúrális fejlesztés kezdődhet, amely nem csak a város, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzésében is mérföldkő lehet. A fiatalok és a nők jelenlegi szerepéről tartott konferenciát a Hieroteosz Egyesület Máté Szalkán. Az eseményen a város szülöttje, a Fidelitas elnökeként tevékenykedő Illés Boglárka a családi értékek fontosságáról, az anyaság és a munka összehangolásáról tartott előadást. A programok által formálható igazi közösségé a fiatalság. Ez is az egyik fontos feladatköre a Hieroteosz Egyesületnek.
Az ifjúság jelenlegi szerepéről, illetve a jövőben betöltött fontos funkcióiról tartott az Egyesület konferenciát Máté Szalkán. Kis András főtitkár előadásában hangsúlyozta, ezekben a napokban is jól látszik, hogy van felelősségérzet a fiatalokban, rengeteg önkéntes tevékenykedik a háborús menekültek megsegítésében is. Én magam is több olyan adomány szállítvánnyal mehettem fiatalokkal együtt a határra, ahol láttam azt a korosztályunknak, láttam az adakozó kedvét, láttam azt, hogy segíteni szeretnének, hogy befogadnak bajba jutott embertársainkat, kárpátaljai magyarokat. Én azt gondolom, most látszik, hogy mekkora érték az, hogy itt Magyarországon, itt Máté Szalkán, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében békében, biztonságban, gyarapodásban és egy biztos jövőben, amit családban tudunk elképzelni, élhetjük jövőnket. Nőnap apropóján központi téma volt a nők szerepe Magyarországon. Illés Boglárka, Fidelitas elnöke az anyaságról, a család és a munka összehangolásáról osztotta meg tapasztalatait a hallgatósággal. Ma Magyarországon, hogyha egy nő gyermeket szeretne vállalni, akkor minden segítséget megkap. Nem úgy, mint 2010 előtt, amikor azt a lehetőséget is elvették, hogy adott esetben 3 éven keresztül, ha a gyermek 3 éves koráig otthon tudjanak maradni. Most már egy nő akár otthon maradhat, visszamehet dolgozni, a bölcsődefejlesztési programnak köszönhetően jó kezekben tudhatja a gyermekét, tudja, hogy vigyáznak rá, gondoskodnak róla, de adott esetben a nagyszülőket is ebbe be tudja vonni. Olyan adókedvezmények vannak, vagy például a családi adó visszatérítés, amely kedvezőek, és egyértelműen abban az irányba mutatnak, hogy a fiatalok ne csak akarjanak, vagy ne csak tervezzék a gyermekvállalást, hanem ezek a vágyaik meg is tudjanak valósulni. Kovács Sándor országgyűlési képviselő kifejtette, az idősebb generáció feladata átadni azokat az értékeket, ami által a következő évtizedekben is keresztény nemzetalapú ország maradhat Magyarország. Ez a családi normakövetés, az a fajta hagyományos, konzervatív vonal, ami ezt a magyar társadalmat jellemzi 1000 éve, azt gondolom, hogy ezt kell folytatnunk, a fiataloknak ezt kell átvenni, de valahogy ezt meg kell fűszerezni, meg kell nekik fogalmazni, mert mi idősebbek már ezt el tudjuk mondani, hogy mit jelent ez, de Isten igazából nekik most ezen a kerekasztal beszélgetésen megpróbálunk ezeket a mintákat fellebbenteni, kik a maga élményei alapján, hogy milyen irányba is kell valakinek élnie, vagy pedig a normát követni a saját családján belül. A konferencián elhangzott az alig 4 hét múlva esedékes népszavazáson is sok múlik a fiatalokon, akik az Európai Unió által kritizált gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban tehetik világossá álláspontjukat. A Fidesz országjáró programja keretében Nyíregyházára látogatott Varga Mihály pénzügyminiszter. A megyeszékhely országgyűlési képviselőivel közös tájékoztatón elhangzott, Magyarország az elmúlt években a gazdasági növekedés pályájára állt. A folyamatot ugyan a pandémia átmenetileg megtörte, 2021-ben azonban hazánk visszanyerte lendületét. A pénzügyminiszter azt hangsúlyozta, veszélyekkel teli időszak a mostani, ezért abban bízik, hogy a választók bizalmából április 3-a után is folytat hatják a kormányzati munkát. Nem tudjuk még, hogy a háború meddig tart, nem tudjuk, hogy a háborúnak milyen kiterjedtsége, milyen hatásai lesznek. Abban azonban biztosak vagyunk, hogy összességében ez a térség országaira, a térség gazdaságaira nem hat pozitívan. Föl kell tehát egy ilyen veszélyesebb időszakra készülnünk. A másik veszély pont az eredmények elvesztegetéséből fakadhat, hiszen április 3-án a magyar választók dönteni fognak. Az elmúlt években nagyon komoly fejlesztések és eredmények valósultak meg. A magyar lakosság jövedelme is jelentősen növekedett. Látjuk, hogy a beruházásokon keresztül, a kiskereskedelmi forgalmon keresztül, vagy éppen a munkaerőpiacon keresztül milyen pozitív változások történtek. Sikeresen befejeződött a szociális tűzifa program. A Nyíregyházi ZRT csak nem 140 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település számára biztosította a tüzelőt. Az erdészek számára még nem értek véget a munkálatok. Egyéb célra még hetekig folytatják a fakitermelést, a lecsupaszított erdő területeket pedig májusban fásítják újra. Gépek zajától hangos egy akácos erdő terület nagy szállás közelében.
Bár az itt kitermelt fák már nem kerülnek bele a szociális tűzifa programba, az elmúlt hónapokban megszámlálhatatlan vágásérett akác, tölgy vagy kűr is jelentette a fűteni valót a rászorulóknak. Idén országosan 5 milliárd forint támogatáshoz jutottak a települések, hogy szociális célra fát vásároljanak. A Nyíregyháza ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében csaknem 45 ezer köbméter faanyagot bocsátott erre a célra. 139 önkormányzatottal kapcsolatban itt a megyében, és egy szűk 40 önkormányzattal a Hajdú-Bihar megyében. A nagyon nagy mennyiség ellenére úgy gondolom, hogy időben hozzájutott mindenki ehhez a tűzifához. Időjárás nem annyira nehezítette meg a feladatainkat, mint esetleg korábbi években, illetve a társaság jó időben előkészült ehhez a programhoz, hiszen tudtuk, hogy várható, mint az elmúlt években szinte mindig. De így is volt olyan önkormányzat, aki január végén kapta meg a szükséges tűzifát. Nyilván, amikor már hideg van és nagyon várják a fát, akkor egy picit türelmetlenebbek az emberek, de megértést és türelmet kértünk mindenkitől. Idén ráadásul a szokottnál nagyobb volt az igény a Baktalóránházi járásból és a Szatmári térségből is. A Nyíregyháza ZRT ezekre a helyekre saját költségen vállalta a fák fuvarozását. Bár a szociális tűzifa program véget ért, a vágási munkálatok még csak nem 3 hétig tartanak. Ilyenkor könnyebb elvégezni a fakitermelést, illetve időbeli korlátozások miatt is csak most tudunk fát vágni. Itt nagyszállás mellett egy akácos véghasználati területünk van, ahol fakitermelést végzünk. Itt ez a tűzifa már nem a szociális tűzifát fogja szolgálni, ez más célra fog értékesülni. A fakitermelést körülbelül 3 hét múlva fejezzük itt be. Ezt követően is maradt feladata az erdészeknek, március első heteiben a vágás maradványait takarítják, majd május elején gyökérszaggatást követően ültetik be fiatal akáccal a kitermelt területeket. Két autó ütközött össze kedden délelőtt Nyíregyháza Sóstóhegyen a Szabó-Lőrinc és a Csaba utca kereszteződésében. Az első információk szerint az egyik autós nem adta meg az elsőbséget. A vétlen jármű a nagy erejű ütközés hatására kifordult, a másik autó pedig egy kerítésnek csapódott. Ez utóbbi hátsó gyermekülésében utazó másfél éves gyermek megsérült, mert a kirobbanó hátsó ablak az arcát megsebesítette. Őt ellátás után kórházba szállította a mentőszolgálat. Mindkét járműben jelentős az anyagi kár, de a kerítést is csak komoly anyagi ráfordítással lehet korszerűsíteni. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az év labdarúgójának, az Ibrányi Nagy Dávidot, az év edzőjének, a Nyírbátor trénerét, Erdei Zoltánt, az év csapatának pedig a Vámos Oroszi KSE együttesét választották meg a szakemberek. Az MLS megyei igazgatósága hétfőn este tartotta hagyományos díjátadó ünnepségét, amelyen 10 kategóriában ismerték el a 2021-es esztendő legjobbjainak teljesítményét. Egy esztendő kihagyás után találkoztak ismét labdarúgók, edzők, sportvezetők, játékvezetők, hogy ünnepélyes keretek között tekintsenek vissza az előző naptári évre, mégpedig egy mozgalmas és zsúfolt 2021-re, hiszen a félbeszakadt 2020-as őszi idényből 320 meccs átkerült tavaszra. Mint Vaka Árpád, az MLS megyei igazgatója elmondta, ezúttal sem volt könnyű dolguk a rangsor felállításakor. Hogyha egy egész éves teljesítményt nézzünk és értékelünk, akkor mindig nehéz dolgunk van. Ugye a versenybizottsággal szoktunk összeülni, illetve az elnökség is, az elnökségi tagok is tudnak javaslatot tenni, és nagyon sokszor több kategóriában is van olyan, amikor több név, több csapat felmerül, és bizony azért többször úgy át kell beszélni, hogy végül is kinek adjuk. Mindig van, azért azt hozzá kell tenni, nagyon sok kategóriában van olyan, hogy a most díjazott csapat vagy személy mellett is lehetett volna még kiket díjazni, de hát valakit választani kell, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, de úgy gondolom, hogy jól sikerült a választás. Az év edzőinek Erdély Zoltánt választották, aki még játékosként is szolgálja csapatát, amelyet edzőként az új állakulást követően a megyei harmadosztályból vezetett a megyei első osztályba. Ilyen még nem volt részem, természetesen eddig játékosként azért elég sok díjat vettem át. Most edzőként is tényleg ez nagy megtiszteltetés. Hát ahhoz, hogy ide kerültünk, azért tudja mindenki, hogy nulláról kellett kezdenünk. Nagyon fiatal csapattal, de nagyon reméljük, hogy a múlt év is, meg ez az év is olyan lesz, hogy építkezni tudunk a csapattal.
Külön díjat vehetett át Lukács Tibor és Kis Tamás. A megyei válogatott az ő irányításukkal jutott be az amatőr csapatok számára kiírt torna országos döntőjébe, ahol a harmadik helyet szerezte meg. Nagyon jó érzékesekkel gondolok vissza, hiszen egy nagy sikert értünk el. Amikor vége lett a tornának, ott egy kicsit kellemetlen volt a szánk íze, hiszen benne volt az, hogy még szebb sikert érünk el, hiszen nagyon szoros mérkőzésen kaptunk ki az elődöntőben Baranya megyétől, de így leülepedve már én azt gondolom, hogy nagyon szép sikert értünk el, és visszagondolva teljesen jó érzések töltenek el. Ezt a sikert szinte edzés nélkül értük el, összetartás nélkül értük el. Ha előrébb szeretnénk lépni, akkor mindenféleképpen abba kell gondolkodni, hogy többet edzeni, illetve egy összetartás szerűt. Hát mondjuk nagyon nehéz megoldani, tehát nagyon nehéz, mert az egyesületek azért ragaszkodnak a játékosaihoz, de ha még szebb sikert szeretni kell én, akkor áldozni is kell érte. Az év labdarúgójának, az Ibrányi Nagy Dávidot, a legjobb utánpótláskorú facistának, a gyulaházi Csercsa Gergőt, a legjobb férfi csapatnak, a Megyekettes Vámos Oroszit, a legjobb női egyesületnek pedig a Csenger Petőfi DSS-ét választották. Az utánpótlás csapatok között tavaja, az utánpótlás edzők között a Tiszavassárit irányító Szabó Zoltán, a játékvezetők között pedig Kosztyú János bizonyult a legjobbnak. Az év aktivistája díjat Török István kapta, Konsz Tibor, a Szabolcs Foci Info munkatársa pedig a megye labdarúgásáért végzett munkája elismeréseként kapott díjat. Posztumusz elismerésben részesült a decemberben elhunyt Kósa János, aki a női labdarúgás meghonosításáért tett sokat a megyében. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Munkalehetőségeket is tudnak nyújtani az Ukrajnából menekülőknek Kisvárdán és környékén. A helyi civil szervezetek folyamatosan gyűjtik és szállítják ki a határon túlra az adományokat. Elsősorban tartós élelmiszerre és gyógyszerekre van szükség, de önkéntesek jelentkezését is várják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat után a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat is felajánlott 1 millió forintot a segítséget megszervező kisebb települések támogatására. Új épületrészt adtak át a nagykálói Budai Nagy Antal Technikumban. A fenntartó Máté Szalkai Szakképzési Centrum mintegy 70 millió forintos forrásból alakított ki tankonyhát. Informatikai eszközökkel szerelték fel a tantermeket és egyéb kiszolgáló helyiségeket. A cél a turisztikai technikus képzés korszerűsítése volt. Sikeresen befejeződött a szociális tűzifa program. A Nyírerdő ZRT csaknem 140 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település számára biztosította a tüzelőt. Az erdészek számára még nem értek véget a munkálatok, egyéb célra még hetekig folytatják a fakitermelést, a lecsupaszított erdő területeket pedig májusban fásítják újra. Március 8-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Kedd éjjel borult, hideg idő várható, eső nem valószínű. A hőmérséklet fagypont körül alakul. Szerdán napközben ugyancsak borult idő várható, de néhány órára kisüthet a nap, csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 3-8 fok között alakul. A hét további részében csapadékmentes, napos, igazi tavaszi idő várható.